Második törökországi edzőmérkőzésünkön a lengyel Wisla Krakó ellen játszottunk. Tomás Doll ezúttal a Jova, Dilaver, Nalepa, Pintér, Leandro, Gerazoltán, Trinks, Varga, Hajnal, Radó, Sesták összeállítást küldte pályára. Malecki, Leandro zár ki rá, Malecki már a 16-oson belül, szép csel, Jova véd nagyot. Jedzsák csap le a gazdátlan labdára, megy Balasov. Balasov helyzetben, Balasov szemben Jovával. Hatalmas védés a kapusunktól. Jova Leventének lesz, milyen védésről mesélnie az esti videó blogjában. Szép volt, Levi. Balasov vissza. Jedzsák és Hajnal. Nem fújt semmit a játékvezető, így aztán Balasov helyzetben. Balasov éles a szög, de belövi. Az ukrán próbajátékos góljával vezet a Wisla Krakó. Eladja Hajnal, fordulhatunk. Trinks, három támadónk van elől. Trinks, Varga, Varga, megforgatja a szádlokot. Varga, és ott az egyenlítés. Megszerezzük az első gólunkat itt Törökországban Varga Roland révén. Hajnal szerzett meg egy aladott labdát, Trinkshez passzolta ki, megszerzi első gólpasszát a Ferencváros színeiben, Varga Roland pedig kiegyenlít. Megint lendületből viheti Trinks. Varga a jobb oldalon, középen Sesták várja egyelőre a labdát, Varga középre, Sesták mozog és egy hatalmas védés a lengyelek kapusától. Hajnal laposan, Varga azonnal lő és fogja a kapus. És ez volt az első félidőben az utolsó megmozdulás. Két védőnk maradt bele. Lama csúsztat, a túloldalon Kárász próbálja elérni, a kapufáról pattan ki, Nagy Dominik fordít, és gól! Megszerezzük a vezetést Nagy Dominik találatával. Nagyon szépen tette át a bal lábára Dominik, azzal be is csapott egy védőt. És aztán a lövése pedig utat talált a kapuba. 2-1-re tehát vezet a Ferencváros a Wisla Krakó ellen Belegben. Bártos. Ez most lehetőség. Dzsazsga. Dzsazsga elövi. És ott a 2-2. Bártos a labda levétellel becsapta Ramirezt, aztán megjátszotta Dzsazsgát. Ő pedig ellőtte Leandro lába között a labdát a jobb alsó sarokba. Így aztán egyenlít a Wisla Krakó, 2-2 az állás, 10 perccel a találkozó vége előtt. Csapatunk tehát 2-2-es döntetlenre végzett a lengyel Wisla Krakóval szemben, legközelebb pénteken a Hajduk Split ellen lépünk pályára. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu. Zöld és fehér, e két cím mindennél többet ér. Ipcsel, Jova véd nagyot! Jedzsák csap le a gazdátlan labdára, megy Balasov. Balasov helyzetben, Balasov szemben Jovával! Hatalmas védés a kapusunktól! Jova Leventének lesz, milyen védésről mesélnie az esti videó blogjában. Szép volt, Levi. Balasov vissza. Jedzsák és Hajnal. Nem fújt semmit a játékvezető, így aztán Balasov helyzetben. Balasov éles a szög, de belövi. Kiegyenlít. Megint lendületből viheti Trinks. Varga a jobb oldalon. Középen Sesták várja egyelőre a labdát. Varga középre. Sesták mozog és egy hatalmas védés a lengyelek kapusától. Hajnal laposan. Varga azonnal lő, és fogja a kapus. És ez volt az első félidőben az utolsó megmozdulás. Két védőnk maradt bele. Lama csúsztat, a túloldalon Kárász próbálja elérni, a kapufáról pattan ki, Nagy Dominik fordít, és gól! Megszerezzük a vezetést Nagy Dominik találatával. Nagyon szépen tette át a bal lábára Dominik, azzal be is csapott egy védőt. És aztán a lövése pedig utat talált a kapuba. 2-1-re tehát vezet a Ferencváros a Wisla Krakó ellen Belegben. Bártos. Ez most lehetőség. Dzsazsga. Dzsazsga elövi. És ott a 2-2. Bártos a labda levétellel az ukrán próbajátékos góljával vezet a Wisla Krakó.
eladja a hajnal, fordulhatunk, Trinks, három támadónk van elől, Trinks, Varga, megforgatja a szádlokot, Varga, és ott az egyenlítés. Megszerezzük az első gólunkat itt Törökországban Varga Roland révén. Hajnal szerzett meg egy eladott labdát, Trinkshez passzolt, aki megszerzi első gólpasszát a Ferencváros színeiben, Varga Roland pedig. Második törökországi edzőmérkőzésünkön a lengyel Wisla Krakó ellen játszottunk. Tomás Doll ezúttal a Jova, Dilaver, Nalepa, Pintér, Leandro, Gera Zoltán, Trinks, Varga, Hajnal, Radó, Sesták összeállítást küldte pályára. Malecki, Leandro zár ki rá, Malecki már a 16-oson belül szép.